Az Európai Unió csak akkor lehet erős, hogyha azt erős tagállamok fogják alkotni, mondta a külgazdasági és külügyminiszter Karcagon. Szijjártó Péter kiemelte, sorsdöntő választás előtt állunk, de a magyarok álláspontja világos. Meg kell állítanunk a bevándorlást, büszkének kell lenni, és ragaszkodnunk kell kulturális, vallási és történelmi örökségünkhöz és identitásunkhoz. Ebben a kérdésben hozunk majd döntést május 26-án. A magyar kormány egy erőteljes migrációellenes álláspontot képvisel. Felléptünk és fel fogunk lépni a jövőben is a kötelező letelepítési kvóták ellen, és a jövőben is ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy kizárólag mi magyarok dönthessünk arról, hogy kik jöhetnek be ebbe az országba, és kizárólag mi magyarok dönthessünk arról, hogy kikkel kívánunk, vagy éppen nem kívánunk együtt élni. Hogy ez a célkitűzésünk sikeressel lehessen, az egy nagyon fontos lépés az európai parlamenti választás, hogy a magyar emberek világos felhatalmazását tudhassuk a hátunk mögött.